6 óra 8 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek élőben az 59-es Szentgyörgyi Dezső repülőbázisról Kecskemétről, és most eljött tényleg a nap, amire hetek óta várunk, ezt lehet mondani, a 608-as hadművele, gyerekek, és ez tényleg az lesz. A gépjárműveket, ezeket a harckocsikat nem sokára ki fogjuk próbálni. Laci és a kormánybiztos úr, ugye... A üvegtoronyban fönt fogunk állni. Egy Leopard harckocsi. Ez gyakorlatilag egy bemelegítő lesz, és utána indul a légi bevetés, és ugye nem sokára érkeznek ide a hallgatóink, az 50 szerencsés hallgató, akik jelentkeztek, akik regisztráltak, és ők felszállnak az Airbusra, az A319-esre. A Laci, Lovász Laci az Airbusszal és a hallgatókkal elindul valahova a légtérbe, és amikor kapunk riasztást a Gripenre, akkor mi egy elfogást fogunk. Tehát majd véghez vinni. Tehát gyakorlatilag eljátszuk azt, hogy jön egy légtérsértő jármű, amelyik nem azonosítja magát, és felküldik a gripeneket, és akkor őket el kell fogni. Ez fog történni, és ezt halljuk majd folyamatosan. Ebben a pillanatban a két Leopard harckocsiban ott ül, kilóg a fejük Lovász Lacinak és ugye Maroth Gáspár kormánybiztosnak. Laci, felkészültél-e és milyen érzés egyébként most ott fenn állni a berregő motor felett és ki a kollégádot magad mellett? Elképesztő érzés itt fönt állni a toronyban, akárha egy filmben érezném magam, és nagyon izgulok, bár a fiúk azt mondták, hogy az első körben egy lazát megyünk a szó jó értelmében. No, hát ebben a pillanatban már repül a sár. Lovász Laci éppen rám céloz, normális vagy? És most megküldik! Most elkezdtek rallizni a homokban. Ez maga a felnőtt emberek játszótere. Elnézést, hogy ezt mondom, de tényleg hihetetlen látvány. Én azt hittem, hogy ebben az esőben nem lehet port produkálni, hát lehet. Ezek kiássák a száraz homokot is a talajból. Elképesztő, mennyire mennek most, alezredes úr? Számításom szerint olyan 40 km, illetve 50 km per órával, ott szerintem már a 60-at megkarcoltuk. Lovász Laci, ma látom, hogy most jöttek le a dombról. Most jön egy balkanyar, és te jobbra kisodródsz, mesélj! Akár a táncban, amikor az alsó testem mozog, de a fejemet egy helyben tudom tartani. Amikor itt elhangzott mellettem a nagy nyilgáz, akkor egy picit úgy éreztem, hogy valami most történni fog. Laci, megtaláltad-e az 50 hallgatót ezen a hatalmas repülőtéren, meg az Airbust megtaláltad-e? Figyelj, olyan élményben van részem, itt vagyok egy csodálatos delfin szürke Airbusnál, és már itt sor van a hallgatók, jönnek szembe, olyan mosollyal az arcukon. Gyerekek, először is egy hatalmas nagy üvöltést szeretnék haladni, hogy 608-as hadművelet. 1, 2, 3. 608-as hadművelet! Laci, vételen meg vagy-e, hol vagy? Busszal ebben a másodpercen elindulunk a kifutó pályán, és tapadok az ülésbe. Hatalmas izgalom itt elől ülni, Zoli! Hihetetlen a látvány! Boldogság, Zoli, nem jutok szó, a szülővárosomnak a kifutó pályájáról ebben a pillanatban elemelkedtünk. We'll be right back.
Üvegstúdió hívja a Bocskor Gábort a Gripenen vételen. A Gripen fedélzetén Bocskor Gábor, Máté a pilóton látom, hogy átintegetett a másik Gripennek hüvelygúját felfelé mutatva, hogy mi készen állunk az indulásra. Jelen pillanatban egymás mellett van a földön a két Gripen, és a terv szerint közösen szállunk fel. Ezt Máté, hogy hívják ezt? Ezt kötelékről felszállásnak hívjuk. Ebben a felszállásban elkezdtük a gurulást, tehát most haladunk a felszállópálya felé, tehát mozgásban vagyunk, a Gripen elindult. Szóval, hogy a Laciékról mit tudunk, ők valahol a magyar légtérben kalandoznak és gyönyörködnek a magyar táj szépségében. Természetesen mostantól kezdve semmilyen információt nem fog kiadni arról, hogy Magyarország légterében merre tartózkodunk. Ebben a pillanatban indult a gyorsulás, párhuzamosan indultunk el, nem tudom, Zoli, hallottok-e? Jelezd vissza, légy szíves, hogy most adásban vagyunk-e? Igen, hallunk, közvetíts, fantasztikus! Elképesztő a gyorsulás, hihetetlen, ilyet még a saját autóban sem érzek, és a mi orrunk belemelkedett ebben a pillanatban 44-es oldal számú gépét. Oldalra nézek, hogy látlak-e benneteket, látom-e az üvegstúdiót, de azt már rég elhagytunk benneteket. A török képeket igen, elhagytunk, nem tudom, ki láttatok-e. Ebben a pillanatban már az első komoly túlterjedést is érzem, mert egy olyan oldal, hát ezt nem tudom, késben megyünk, vagy olyan fordulóval, Máté közelíti a pontot, és mostanán elkezdődik valami. Egy alacsony magasságú átrepülés, egy jobb fordulóval kombinálva, ez volt egyébként eddig a legközelebbi az üvegstúdióhoz, itt húztak el előttünk és folytatják a repülést. Bocsi, meg vagy, most megint emelkedtek. Igen, csak a túlterjedés miatt nehéz a karomat oda tenni, ahol meg kell nyomnom a kurva gombot. Elnézést. Kezeljétek úgy, hogy kibent a vér az agyamból, jó? 608-as vadász kötelék komosztállás azonosítatlan légijármű Kecskeméttől 40 km-re keletre, 6000 lábon, iránya északnyugat, sebessége 700 km per óra. Feladat, azonnali elfogás és azonosítás. Mondom, ti is hallottátok, most érkezett meg a feladat, most kezdődik az elfogás és Máté elbúcsúzik. Jelenleg Kecskeméttől, ezzel az orszóval, és súlytalanságot élve. Azonosítatlan légijárvő, 5000 láb magasan, 210-es irányon, a 608-as elfogulanációm. Engedély nélkül lépett az ország légterébe, kövesse az utasításainkat. Megérkeztem, vizuális kontaktban vagyok, követtem az utasításokat, Kemel 64. Igen, én úgy hallottam, hogy reagált a repülőgép, ebben a pillanatban, akiben az elfogás ezzel a rádió kapcsolat felvétellel elindult, itt vagyunk, gyakorlatilag 20 méterre az Airbus-tól a hallgatóink az ablakból integettek, fényképeznek. Lovász Laci a fedélzeten. Laci, láttak téged, integettek is, hülye? Hát hello! Igen, így próbáltak Lajost is lehet meggyőzni, hogy azért ne adjuk magunkat olyan könnyen, de válaszolunk természetesen. Nem gondoltam, hogy a Bocskor ide is utánam jön. 608-as vadászkötelék, kumaszállás, új feladat, elfogott légijármű, földre kényszerítése, Kecskemét repülőterére. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy kanyarodnunk kell balra a vadászgépekkel együtt. A magyar légierő kötelékével tartozó Gripen földre kényszerít Kecskeméten élő egyenes adásban egy elvileg légtérsértő, vagy a légtérsértést eljátszó Airbus A319-et.
gyakorlatilag ebben a másodpercben állították le a griperek hajtóműveit, tehát most, és ebben a pillanatban teszik Bocskor Gábor a létrán keresztül a betonra a lábát, most! Bocsi! Szevasz! Hello! De piros a fejed, jól vagy? Ezt az élményt, Máté, elképesztő volt, és figyelj, teljesen már nem tudok beszélni, látod? Figyelj, te is láttad, ami történt, milyen volt közelről? Egyébként tényleg az a döbbenetes, hogy valószínűleg a repülőnapon a haditechnikai bemutató majd látnak fantasztikus dolgokat az ide látogatók, de azt, hogy ezt a levegőből, egy Airbusból, egy kokpitből látni, az fantasztikus.